És az irodák után itt került kialakításra egy több funkciós tér, természetesen ez is klimatizált, mint a többi helyiségünk. Ez egy körülbelül 40 négyzetméteres helyiség. És akkor jól értelmezem, hogy a kivitelező szempontjából, ha megvesznek az általános átvételek, akkor gyakorlatilag költözhető állapotban van az épület? Gyakorlatilag az épület most már költözhető állapotban van, az általános átvétel befejeződött. Ifjabb Sob János kivitelező a május 1 téren található ingatlan egy most kialakított multifunkcionális helyiségét mutatja be Jászai Menyhért alpolgármesternek. Mint mondja, a munka rájuk eső részével végeztek, a továbbiakban már csak az irodák berendezése van hátra. Az épületet pályázat keretében újították fel, melynek a szociális alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása volt a célja. Itt a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ északi telephelye fog a jövőben működni. Az intézmény részére eddig a Tas utcai bölcsődében volt egy külön helyiség kialakítva, azonban az ellátások megfelelő működése miatt szükségessé vált egy önálló központ kialakítása. A május 1 tér alatti ingatlan erre a célra történő kialakításával egy tágabb helyen, korszerűbb keretek között folyhat a szociális ügyintézés. Ugyanakkor a bölcsőde is jól jár a központ elköltözésével, hiszen ezentúl nagyobb területtel gazdálkodhat majd. Az egész szociális ellátás rendszer szempontjából egy nagyon jó húzás a felújítás, ami önmagában egy örömteli dolog, hogy szép, korszerű és teljesen felújított épületbe fogadjuk az ellátottakat, de jól jár vele a bölcsődei ellátás, mert ott is tudunk majd a területtel gazdálkodni, és itt mind a kollégák, mind pedig az ellátottak egy nagyon jó helyzetbe kerülnek. Az ingatlanban a teljes felújítás és korszerűsítés mellett